Szevasztok, rögtönzött adás. Innen, halljam is milyen. Nagy szél volt ma nálunk. Foglalt a szoba, úgyhogy most akkor innen jövök. Az adatok azok nem rögtönzöttek. Az valós adatokkal megyünk tovább. AFC Nyugat, Bundesliga. Nem lett senkiből Leverkusen. Az előző idényben se. Hegemónia. Most azon megy a verseny, maradék három között, amelyik nem a Chiefs, hogy ki az, aki... Hát mindegy, ilyen bajban vannak, ugye. Van, aki már idén megpróbált zöldágra vergődni, hogy ott akkor kompetitív legyen. Sorsolás gyengesége miatt erre van esély mindenkinek. De lesz olyan, akinek hát ez nem sikerül idén, talán jövőre benyelik ezt a szezon, és hát van, akinek jövőre se lesz még kompetitív, úgyhogy hát ezen irányba megy a versengés, ki az, aki leghamarabb. Feljut arra a szintre, hogy úgy komolyan lehessen venni, mert a második azért könnyen bemegy a play-offba, ugye, sokan bejutnak. Ez azért kimondott cél még ebben a szakaszában az évnek, amikor bizakodás van. Na nézzük akkor, mik is történtek. Hol is kezdjük? Legyen Broncos, mit szólnál? ABC-ben szigorúan első. Kivágták Russellt. Szóba került már egyszer-kétszer itt a csatornán, mi legyen vele. Kivágták. Rekord mennyiségű halott pénz. Megdöntötte Matt Ryan rekordját. Eddig neki volt legtöbb halott pénz. Nem annyira hiányzott. Következő évben Atlantából, mert öreg volt, mikor nálunk játszott. Most már nem tűnik annyira annak, így hogy csak kommentel, annak fiatal. Szóval... nem biztos, hogy annyira hiányozni fog a teljesítménye. De ettől függetlenül nyilván marhára fáj, hogy megbénítja a franchise-t még évekig, miközben megbénította az előző két évben is a pályán. Szóval ez így rossz, de hát alig várták már, hogy elmenjen. És akkor most elment, próbálják újra kezdeni, de nyilván rettentő mélyről indítanak, és ezt nehéz lesz megoldani idén. Sejtettük már, még mielőtt elkezdődött volna az átigazolgatás, hogy hát ebből azért nehéz lesz győztesen kijönni. Nem is történt meg. Mert hogyha sem még az lett volna, hogy hát ki kell vágni a Wilsont. Igazából nem biztos, hogy gyengülés. Na hát nem csak őt kellett ám kivágni, hanem kivágták a Justin Simmons. Ennyire, nincs Della. Csapat egyik legjobb játékosa, amióta felhúzta Mest minden évben, verseng ezért a pozícióért. Most már azt mondták, hogy figyelj, ennyi nem fér bele. Amennyit ő keresne, de hát nyilván akárhova igazol majd, talán neki tényleg most nincs csapata, azért olyan nagyban meghatározza majd. Komplett defense-t, főleg secondary-t, hogyan viselkedik majd a pályán, úgyhogy ő hiányozni fog, ellentétben Russell-lel. Igazoltak safety-t nyilván, de ezt a minőséget nem mindenki adja meg. Még hogyha csodálatos is volt, amikor felépült a sérüléséből a PJ Lock, mert egyébként előrelépést adott, két évre maradt PJ Lock 7 millióért, nem várod el tőle a Pro Bowl-t, illetve érkezett a Miami-ből Brandon Jones 3 évre 20 millióért. Ami azért látható összeg, de még mindig kevesebb, mint amit a Simmons megérdemelt, és amennyit kellett volna neki utalni. De Brandon Jones nyilván egy kisebb nevű ember, de abszolút karcolja kezdő szintet. Szóval most erre felemednek a dolgok, hogy valahogy ki kellene állítani ezt a csapatot, nem pedig az, hogy meccsnyerő játékosokat rakjunk bele. Azért az egészen más szint. Ahhoz képest, amit gondoltak Russell Wilsonnak a meghozatalakor, hogy hát már csak ő jön, aztán hajó készen áll. Hát most nem áll készen igazából, próbálnak valamit összetákolni. Na de hát ezzel még nincs vége. Itt a bútorok közül Jerry Judy-t is odébb tolták. Hát annyira nem számít bútornak, de benne volt minden évben, hogy ki az, akit várjuk a berobbanást. Ugye hát már újoncként vártuk igazából. Mi az, hogy Henry Ruggs-ot választották ki elsőnek? Ugye, nem a őt. Aztán vártuk a második idényében, vártuk, amikor megjött Russell, vártuk, hogy összeérnek. És hát ez Judy, hát nagy ganinak számít, de mindig azért évvégén egy-két ilyen kemény meccset lehozott, hogy na most a következő évben. Elnyomták Clevelandbe. Jól áll neki a narancsárga. Ötödik meg hatodik körér, és akkor most tudod, mi lesz? Hát várjuk, hogy berobbanjon a Judy. Mert most nem Clevelandbe olyan rendszer, jóvá teszi, megjönnek majd a célzások, Dishonnal összeérnek itt a holt szezonban, rengeteg idő van. Következő évben megteszi következő lépést, természetesen Judy. Ezt már nem akarta Sean Payton megvárni, vagy türelmetlenebb manus ilyen szempontból. De 4 évig nem történt meg, akkor most már mire várjunk?
eleve a 5. éves opciónál vannak, amíg most utoljára meg tudtak szabadulni tőle, 2 draft pickért. Nem bíztak benne, hogy még egy ilyen erős évvel, ki tudja milyen irányítóval, akkor ilyen magas pick jött volna neki kompenzációsként. De inkább már most menjen a Clevelandbe. Eleve erősödnek majd, mert visszatér a Tim Patrick állítólag. Átdolgozták Tim Patrick szerződését, aki kihagyta az előző évet sérülés miatt, és az az előttit is kihagyta. Szegény Tim. Neki nem volt lehetősége összeszokni a Russell-lel. De egyébként, hogyha felmegy a pályára, hát az a szomorú helyzet, hogy... Kinek szomorú? Hogy azért többet tesz hozzá a csapatához, mint a Jerry Jeudy. Hiába nevek. Ki az, aki marad? Van olyan? Van olyan. Lutz Rugo. 2 évre több mint 8 milliót kereshet. Megvan neki New Orleans-i múltja, miért hibázna rúgást. Burton, legjobb fullback a ligában, az osztályzatok szerint. Nem a nemzeti sport osztályzatok szerint, mert azt nem tudom. PFF-nél első. Második lett Hunter Luki. Oké. Okay. Burton, szintén New Orleans-i múltja megvan, marad. Hát nyilván, fullback kell, kell. Nem tudjuk, ki lesz a quarterback. Kell a fullback futás, meccsenként 2 vagy 3, de meg a blokkolás. Jó lesz. Eden Trotman. Lejárt a szerződése. Volt a Saints-be. Marad. 2 év, 7,5 millió. Nagy szerepet kap majd Trotman. Trotman a pozíciónak a Jerry Jeudy-a. Várjuk a berobbanást következő évben. Ha öregebb vagy, mint a Jeudy. Már berobban szerintem jövőre. Rendben. Quarterback ki lesz? Nem tudom. Jó, hát akkor berobban. De hát halad még oda jutottak, hogy új szerződéseket is osztanak. Külső segítség. Hát akkor meg Simmons pénzéből. Malcolm Roach. Voltál Saints-be? Voltam. Gyere akkor ide. 2 év, 7 millió. Milyen poszton vagy? Defensív tekül. Hát adak, az kell a test. Inkább mint a drafton pazarolják el a picket, nem? Bejön ide Malcolm. Próbál valakire ráalkaszkodni. Mi lett volna, nem jön? Hát semmi, de így, hogy jön, így akkor egyel előrébb vannak. Sokkal fontosabb, hogy jött Cody Barton, aki annyira fontos láncszem, hogy nem is volt a Saints-be, és még így is kapott szerződést, azt képzeld el. Cody legutóbb a Commandóba próbálkozott, hát az nem volt olyan haj, de jó, az a Seattle-be. Belső linebackerként kellene javulást hozni? Nem kell, elég, hogyha fenntartja a szintet. Kinek a szintjét? Jewel szintjét, mert Jewel elmegy. És helyette kellene Cody Barton, aki az ő gyengébb verziója. Azért, szóval itt egy apró visszalépés benne van a pakliban. Amennyire a Brandon Jones nem egy Justin Simmons, annyira a Cody Barton se egy Jewel, de azért talán közelebb vannak egymáshoz. Amikor Brandon Jones még lehet, hogy kicsit feljebb megy, de hát is azért előre haladott állapotban van a karrierjének. Barton nem hiszem, hogy sokat fejlődne már, de hát Jewel egy használható coverage linebacker volt. Ki tudja, hogy a Barton mennyire az? Hát szerintem nem igazán. Különben nem engedték volna ki Seattle-ből, és nem engedték volna ki a Washingtontól se. Szóval ez megint csak arról szól, hogy muszáj 11 játékost felküldeni a pályára. Kellene, meg lehetne akár draftolni is linebacker, de hát ők nem tudják, hogy hol a labda. Úgyhogy akkor jöjjön a Cody. Nem rossz szerződés pénzügyileg, és igazából ilyen sebb tapaszt megoldásnak jó. Azokra van szükség Denverben. És akkor jött még Josh Reynolds, elkapó játékos szintén. 2 évre 14 milliót fizetnek neki, hogy elhagyja Detroitot. Josh Reynolds, pénzt választottad. Maradhattál volna Detroitnál, kaptál volna játék lehetőséget, labdát, kevesebb pénzért valószínűleg. Ott azért nem rajtad múlott, hogy akkor most nyernek vagy veszítenek, de sokat játszottál. Életed lehetősége ez a 2 éves 14 millió szerződés, én ezt megértem. És hogyha nem sikerülne jól itt összejátszani a quarterbackkel, Steedemmel mondjuk, akkor mi van? Hát akkor szabad listára raknak, és mész vissza Detroitba. Úgyhogy én látom az életed, miről szól Josh Reynolds. Tehát itt igazából, hogyha jól játszol, sztárrá válsz azzal, hogy hozzád ragadnak a labdák, nem valószínű, hát az jó ugye, mert erről szól az élsport, de hogyha nem sikerülne, csalódást okoznál. Jó helyre buknál vissza, mert Detroitba befogadnak, érted, a Jared McDumája a Beverly Hills Special. Érted, annyit keres, hogy ki tudja pótolni azt a keveset, amit kapnál amott.
Úgyhogy Reynolds management szempontjából ez egy win-win szituáció. Broncos mennyit nyer vele? Hát nem tudom, mennyit akarják, hogy szálljon a labda a levegőben, és hogy eljusson-e hozzá. Mert hogy a quarterback az ki lesz, ők se tudják, ugye. De szükség van a depth charton emberekre. Abban nem lehet bízni, hogy a Patrick egészséges marad, pedig néhány perce még bizakodó voltam. Úgyhogy ez egy korrekt igazolás. Reynolds korrekt számokat tud hozni egy erős offenszben. Láttuk. Legalja offenszben mire volt képes? Hát azt ne erőltessük annyira. De a Goff-val megvan az összhangja, úgyhogy ez ott is néha megtalálta a labda. Jelenlegi quarterbackkel Denverben nincs meg az összhangja, de biztos majd kialakul. További sebb tapasz igazolások. Ja, itt a Rashard Lawrence is. Az számít? Ki az a Rashard Lawrence? Na nem mondjad már. Volt a Cardsban. Néha pályán, aztán elment máshova, máshol nem volt pályán. Hát hogyha Roach elfáradna, ugye. Védőfa rotációba kell a test. Ezek már nem biztos, hogy kihúzzák az 53-as keret hirdetést. Matt Peart. Másik. Giantsben nem vált be harmadik körből. Szélső falember. Offense. Magas. Rosszul játszott mindig, de hát, ha rájön, érted, képzés. Ott azért számít a képzés. Hát, ha most már többet tud. Igazából, hogyha padra jön, padra olyan ember jöjjön, aki azért már látott akciót, amíg fejleszgetik a gyerekeket, úgyhogy érthető. Nem sokat számít. Kik azok, akik még elmentek? Hát elment a Kussemberi, aki a center, ő pénzért távozott, szóval a tologatás nem biztos, hogy megoldja ezt a pozíciót a Peart érkezésével. Kezdett belelendülni a játékba, Kussemberi érezte, hogy akkor innen lépni kell. Illetve Jewelt mondtam, Manhurtsöt nem mondtam. Manhurts, blokkoló tight end, nem váltja ki teljes mértékben a Trotman, nyilván, mert ő meg elkapni szeretett régen. Átképezni nem lehet a tudását. De hát, hogyha elmegy a blokkoló tight end, azért abban talán nem romlik bele a csapat játék. A rosszabb nem lesz tőle. Nem szakadnak meg tőle. Á, így. Valami. Ezek a transferek voltak. Most a Denver Broncos holt szezonjának legfontosabb kettő megoldása közül, az egyik az ugye megvolt, Russell Wilson kivágása, de azt már tudtuk tavaly, amikor leültették, hogy meg lesz. A másik meg még nem volt meg, ami pedig a quarterback szerzés, draftolás, gondolom. Gondolom nem a Tannehill meg a Carson Wentz lesz az, aki ide jönnek, aztán megoldják, mert arra a szerepre, amit őt tudnak, híd, azt megcsinálja a Stidham is. És őt már kedveli a Payton egy ideje. Szóval várjuk, hogy a drafton mit, kit ügyeskednek össze, és akkor lehet majd a valós elvárásokat megfogalmazni velük kapcsolatban, rátekintve a quarterback gyerekre, hogy mennyire pályakész, mennyire fiatal, és hogy mit lehet tőle várni első évben. Fel lesz a pályán, nem várható, hogy felmenjen, ilyenek. Úgyhogy itt most ez egy elég korán félbehagyott történet, ahol a Denver tart. Chargers következő csapat. Itt az új éra. Harbaugh éra. Azonnal szakítottak a hagyományokkal, és úgy döntöttek, hogy idén bizony a Chargers nem nyeri meg a holt szezont. Elég volt. Előző években rendre, bizakodás, nagyon jó manőverek, pályán csalódás. Úgyhogy legegyszerűbb megoldás erre, hogy már a holt szezont is el kellett kurni. Nem? És akkor onnantól kezdve már lesajnálva nekimész a szezonnak, hát csak nyerhetsz. Nincs több chargerködés, kérem. Itt rossz megoldások, rossz szerződések, és akkor még egy rossz draftot rányomnának, abszolút kilépnének abból a körből, amit eddig Chargersnek gondoltunk. Most ehhez képest azért nagyon megvizsgáljuk, azért van, aki azt mondaná, hogy de amúgy jó helyzetben vannak, hogy a draft tetején majd jön a pótlás, erősítés, blablabla. Bla, bla. Szóval még vissza lehet jutni oda, hogy mire elkezdődik az idény, sötét lóként beszélgessünk a Chargersről. Hogy azért nem szabad őket leírni. Mert hogy sok rossz hírt tudok most közölni. Első időrendben visszavonult Corey Linsley, csapatnak a centere. Hozták drágán, focizott 5 évből 2-t, azt mondja, nem bírja tovább. Szomorú arc.
Úgyhogy neki beragadt egy kis pénz, nem megy fel a pályára. Kellene center akkor. Na ki legyen? Hozták a Bozement. Bozement, akit elengedett a Panthers. Előtte meg elengedett a Ravens, nem igazán váltotta be reményeket. Nyilván kevés elvárásod lehet. Látod, erről van szó. Bemenne a Bozement. Rosszul blokkol, mit mond a Szátusz? Bozeman. Egy per egybes csapattól hoztuk. Ha, nem, most én. Hoztak volna valami nagy nevű center, mint mondjuk a Linsley szintűt, akkor meg... Fú, hát akkor most jól megy a futás majd, ugye? És akkor csalódsz, ha esetleg nem nyer a csapat. Így, hogy a Bozeman van, hát eleve nem sokat lehet számítani, hogy ez jó lesz. Futtatni akarják a labdát, Greg Roman, rossz a center, hát... Klepp van, tehát nincs alternatíva se. Arra számítasz, szar lesz, ugye? És akkor ez egy új élet a Chargersnél. Igazuk van mindenbe. Következő, kivágták Eric Kendricks-et. Hát azért már belassult az Eric Kendricks, linebacker. Helyette jött vissza Denzel Perryman. Denzel Perryman! Visszajött, kérem szépen, Chargers. Denzel Perryman, akárhányszor megnyitom a Wikipedia oldalon, az mindig rácsodálkozok, hogy lehet valaki ennyire fiatal. Annak ellenére, hogy 1965-ben draftolták. Őrület halljátok, hogy Perrymannek még most is, még abban a korban van, hogy még azért ott elirányítgatja a defense-t. Szükség is van rá, mert ugye Kenneth Murraynek lejárt a szerződése, mondjuk azt megnéztem volna, amikor ő irányítgatja a defense-t. Lehet, hogy bemennek az öltözőbe második downon. De akkor így van, Perryman összefogja a fiúkat, keményen megnyomja, edzésen ugye nagy szükség van rá futás ellen. Hát nem hülyeség ugye, ide hozzá kevésért. Tudják, hogy jól áll neki a Charger Serco. Nulla izgalmat ad a szurkolóknak, amikor meglátják, hogy ne visszajött a Denzel. Ja, jó. Ugye, nem hype-olják fölöslegesen a csapatot. Nem lesz belőle csalódás. Ugye, mert a Perryman nem fogja valószínűleg túl teljesíteni az elvárásokat. De hát most itt erre van szükség, a nyugalomra. Elmentek az elkapók. Mi volt a baj eddig? Kevés az elkapó. Igen, most, hát most, aki a tetején volt a depcsártnak, az meg elment. Kivágták Mike Williams-t. Úgy, ahogy van, ellenérték nélkül, szevasz. Szomorú. Nem lehetett rá számítani, nyilván. Mert vártuk, megtörtént a berobbanás, megtörtént. Vártuk, hogy lemásolja. Kiváló szezonját, szezonjait, nem másolta le. Sokat volt sérült, rengeteget kihagyott. Sok pénzt keresett. Durva kombináció. Kivágták. Nem jön érte semmi. Kompenzációs se, mert a Scatoltér nem jár. Hát jól van, elment egy elkapó, van ez így. De még legalább itt van a Keenan Allen. Na a Keenan Allen meg elcserélték a Bears-be. Fú, az Bears. Bears megy a playoffért, egyértelmű. Legjobb támadójáték, legjobb passzoló offense címér. Na majd beszélgetünk róla. Negyedik kört kaptak. Összerakták volna két kezüket, Mike Williamsért jött volna a negyedik kör, szóval így kell nézni. Most jött, hogy Keenan Allent elnyomták volna valami magasabb, top 100-as draft pickjér, akkor mi lett volna? Bizakodás, hogy jaj, a korán hozunk helyette másikat, így, hogy középső körben majd hozunk valami szerencsétlent, hát akkor... Visszafogott az elvárásokat a Chargers kapcsán. Eleve, hogy elment Keenan Allen. Hát klubikon. Elment rengeteg rekordjával csapaton belül. És akkor itt most lehorgasztott fejjel nézed az elkapó depcsátot, hogy se a Mike Williams. Pedig most bíztál volna benne, hogy most ezt kihúzza ezt az évet. Meg rutinból a Keenan, hát persze, hogy kiváló útvonalfutó, akármilyen öreg, mindig üresre játsza magát, közel megjátszható. Bizakodtál volna, hogy ezek most beelőzik a Kansas-t. De így nem bizakodsz. Így majd mindegy lesz, ami lesz igazából. Nullára számítasz. Így, hogy elment. Miért nem tartották meg? Azért, mert drága. Valahogy a Chargersnek sikerült annyira elcseszni a fizetési összegeket, hogy annyira túl voltak a plafonon, hogy muszáj volt sztárjátékosokat kivágni. Most egyszerűbb lett volna kivágni a Herbertet, és akkor megoldódik minden. Ja nem, mert akkor rosszabbul jártak volna. Hát akkor a Keenan Allen menjen. Meg a Mike Williams. Esetleg még a defensív endeket ki lehetett volna vágni. Na hát az jobb lett volna? Van, aki azt mondja, de hát most így akkor támadó játékosokat kivágták, és akkor majd megoldják.
taktikából, meg majd a Hörbi jobbá teszi a többieket, a Palmert, meg a Quentin Johnston. Itt van a Quentin Johnston. Előre gondolkodtak ugye, hogy mi van, hogy jövőre mindenkit kivágunk. Hát akkor majd a Quentin megoldja. Milyen jó, hogy tavaly a Quentin Johnstonnak rossz szezonja volt. És akkor így nincs felesleges hype. Csinált volna nekünk egy Nakua szezont, hát akkor mi lesz itt a Chargersnél. Így viszont csönd van, nyugi van. Így. Elmentek az elkapók. De a draft tetején majd lehet hozni van elkapót, hát letesszük a hajunkat. Halljátok, nézem az elkapó gyerekeket is, meg a cornerback gyerekeket is, akik jönnek a draftra. Iszonyat mennyi idő. Egyikben vannak 43, a másikban 39-en, ennyi játékos. Kitaláltam, hogy ha összevonom őket, akkor már milyen jó haladok. Végülis azt tudom mondani neked, hogyha megtekintési időt nézem, akkor az 200%, ugye, hogyha végignézem a filmeket. De így, hogy összevontam, így nem 200%-ot kell megnéznem, hanem csak 190%-ot, úgyhogy végül is kijön, csak sokára fogok végezni. De azért lehet találni valami elkapót, aki megfogja a labdát. Úgyhogy majd a tetején választanak olyat, meg negyedik körben, aki innen ellenér. Alapvetően, hogyha ezek a játékosok elmennek, hát nem nyersz, ami a holt szezont illeti, de hát hosszú távon építkezik a Chargers újrakezdés, én megértem. Ástruktúrálták végül is a két edge játékosnak a szerződését, Khalil Mack-ét és a Joey Bosa-ét, akik hát valamelyest redundánsak azzal, amit az elkapók tudnak, hogy érzed. Sérülékenység szempontjából, meg veteránság szempontjából őket választották. Vagy ők akartak jobban maradni? Igazából Khalil Mack teljesítményével megszolgálta, hogy a pályán maradjon a továbbiakban is Chargers mezben, de most ezzel nincs egyedülélete, de Kinelen is megszolgálta az évek alatt, aztán mégis azt mondták, hogy maradjon a Mack. Aki az előző évben halott karrier csúcsokat támogatott nagyjából meg saját teljesítményével, és azt azért nehéz lesz fenntartani, felülmúlni még egyszer. Nem a legjobb fogadás, hogy most erre neveznek be. Lehetett volna olyat is, hogy egy elkapó megy, meg egy edge játékos, mit szólnál. Hát? Végül is nem ez lett, defense egybe kell tartani, offense azt megoldja Greg, meg a Justin. És itt van Bosa is, aki tavaly, amikor játszott, gyengén játszott, de hát ennek biztos, hogy sebesülés volt az oka, de hát így is leküzdötte, aztán fönn volt a pályán, hát kár volt. Aztán idő után azt mondták neki, hogy jó, hát ebből elég nincs értelme. Ha visszanyeri szupersztár formáját Bosa, és hát ahhoz nem kell más, csak egészség, akkor természetesen liga elit teljesítményre képes. Mikor láttunk ilyet utoljára? Hát nem mostanában. De azt mondták, hogy ők bíznak benne, majd a következő évben ez az új Chargers, itt mindenki egészséges lesz. Én arra vagyok a legkíváncsibb igazából, de hát ki tudja, milyen jó orvosokat hoznak ezek Michiganből. Ki marad még? Marad Stick. Az előző adásban bedobtam a Chargers-t is, mint potenciális csere irányító, piaci résztvevő, de hát a fenét. Elégedettek a Stickkel, még hogyha nem is ők voltak itt, akik nézték a meccseket, amikor a pályán volt, de én nem sajnálom a Sticktől. A pénzt meg a lehetőséget, hát nagyot küzdött, Csórikám. Egyértelmű vesztes szituációban, évvégén, sok meccsen. Örömmel néztem a Sticket, megmondom nektek. Amikor már ilyen tét nélküli meccsek voltak, hát eleve van, nem is muszáj annyira figyelni, közben ki tudsz menni a mikróhoz. Ez a Stick egy teljesen jó irányító. Úgyhogy kapja meg a lehetőséget, hát inkább mint a Tannehill. Itt leüljön a padra, aztán minek. Hát idén úgy sincs elvárás. Ó, hát akkor a Stick legyen az irányító, jó lesz az. Aloha Gilman. Safety. Marad. 2 év, 10 millió. Tetszett nekik. Jól játszott Aloha. Még egy 2 évet, hogy ugyanezen a szinten többet nem akarnak. Eleve megújítják a rendszert. Staley-féle borzalom helyett. Modern. NFL football. Ó, hát már kíváncsi vagy. Hogy ebbe hol van a Gilmannek a helye, ezért bekapcsolod majd. Már a preszezont, hogyha esetleg megjelenik. Cardinals csere irányítók ellen, hát ezt várjuk, ezt a párharcot. Jött Titan, mert azért, mert az Everettnek lejárt a szerződése. Ó, Everett. Még ő megmenthette volna itt a passzjátékot? Hát nem fogja. Hanem ki jött Titannek? Hát jött a Hayden Hurst. Ajaj, aki sokat kihagyott, igen, pályán kívüli okok miatt is. De az azt jelenti, hogy legalább a teste jól van. Ott pályán belül is egy kis baja. De hát, hogyha már aláírt, akkor valószínűleg azért, mert pálya kész.
És ha minden rendben, reméljük a legjobbakat, és akkor majd próbálja megfogni a labdát. Akár csak a Bozeman, ő is az 1-1-es Carolina-ba játszott az előző idényben, szóval túlzott elvárásunk nem lehet, hogy ő majd ott felülmúlja, per pótolja Gerald Everettnek a számait, aki azért a top 10-es tight end teljesítményre volt képes. De hát így ezt most nem szabad elvárni. Nem is kell elvárni, mert majd szétoszlik a labda. Kapja majd disztribúcióban Will Disley. Ezt is rosszul mondtam, hogy a Seattle-nek nincs csapata. Valamiért a mindig megbízható Wikipédia még úgy tüntette fel, hogy neki nincs csapata. De azóta már láttam, hogy van. Szóval első között iratta alá Chargers. Megfogja a labdát Will. Tudom, mennyiben megy neki nagy ritkán, akkor igen. És nagy elánnal blokkol. Nem mindig jól, de nagy elánnal. Úgyhogy hát erre egy szükség van, mert a keretben lévők, a Stone Smartok, Parham, nem az a játékos, aki ott megblokkolná a futást. Kemp Moyer, hogyha visszajönne, nem valószínű. Úgyhogy Disley kevés ér, persze, hogy jöjjön. És akkor így nem valami superstar titan teljesítményt vársz, egyikőjüktől se, hanem majd aki kapja, az kapja. Nem úgy meccsenként néhányszor. Nem várjuk a csodát ezen szinten sem. Elkapoktól nem várjuk a csodát. Faltól, hát nem igazán most már, meg a Titantől se. Hörbitől várjuk a csodát. Volt már ilyen szezon? Nem volt az olyan rég. Egyéb erősítések. Puna Ford védőfalba, szintén van Seattle-i múltja. Disley is, mert jöjjön, jó arc Puna. Bejön, nem sokat lendít mérkőzésen a csapatnak a játékán, de el se rontja. Kell a test, érted? Jó? És Christian Fulton, cornerback. Szintén kellett a cornerback, mert lejárt Michael Davis szerződése, és Fulton nem visszalépés adott esetben. Egy egyéves szerződést adtak neki, hogy akkor bizonyítsál. Talán jobb évet kap, mint az előző Davis féle volt, csak hát a Davis is olyan egyik évben jó, másikban nem jó, és a következőben megint jó lett volna, úgyhogy pont rosszkor megy el. De hát a Fulton igazából kisebb kilenkésekkel dolgozik, sosem egy olyan túlságosan magasra, de kibírod az ő játékával is azért az egyik oldalon. Asante fia Samuel nyilván megoldja a maga részét, és akkor hát Fultonnak talán könnyebb jut, de hát ez nem ő dönti el. Annak idején nagyon bevált az ilyen kevésért igazolt cornerback, akiben nem láttak sokat, ugye Brandon Flowers. Nagyon-nagyon régen, hát Fulton lett a következő ilyen. Amikor érkezett a draftra, akkor többet láttunk benne. Nem véletlen volt második körös, de nem is véletlen engedték el. Egy patront mindenképpen megér. És van még egy pozíció, ahol változás lesz, mert az Ekölörnek is távoznia kellett, kérem. Na nem veszi le a terhet Ekölör. Pedig hát hány éve várják, hogy most teljes mértékben levegye. Most már nem kell, főleg nem pénzért. Úgyhogy ennek is így vége van. Helyette egy Harbaugh-féle running back érkezik. Na, Stefan Taylor? Nem. Toby Gerhardt? Sem. Hanem Gus Edwards. Gus 2 év. 6,5 millió. Indul a gusz. Rövid yardot megoldja, most a hosszú yardot is meg kell oldani. Mert a többi semmire kellő közül is elmentek Kelly, és már csak a Spiller van mögötte, azt hiszem, hát ő ne menjen be. Úgyhogy komoly terhelésre számít a gáz, nem hangzik jól, ugye, hogy ő neki sok labda jusson, de hát majd draftolnak valakit hátul, ugye, az bejött az Ekölörnél is, hát nem is kell draftolni. Szóval átalakítás itt is, szupersztárok kifele, helyettük munkás játékosok jönnek, akik küzdenek rettentően a yardokért. Ez itt a terv. Így állnak. Most ugye Palmer, Quentin Johnston, Hayden Hurst, Gus Edwards skill pozícióval mennek neki a szezonnak, meg egy Herbert-tel, és itt most visszakötök oda, ahonnan elkezdődött. Senki nem mondja azt, hogy hát ez a Chargers, ez most akkor a titkos bajnok esélyes. Hanem most csak azt mondjuk, hogy jó, hát nézzük meg, hogy ebből mi lesz. Mert annyira nem tudjuk az edzőbácsikat se, hogy mit akarnak ebből, és hogy mennyire tudják csúcsra járatni
ezt a rostert, ami nem biztos, hogy a saját kedvük szerint alakult ki, de hát muszájból átalakításokat kellett végezni, és ez lett a vége. Sokkal kevésbé látható benne a sztár potenciál. De hát az edzőváltásnál megbeszéltük, hogy amennyit majd hozzáadnak az oldalvonalnál, meg a hétközi felkészülésnél, az talán feletteti a sztár potenciált, ami tavaly így megvolt, és aztán hát nem igazán jött ki győzelmekben. Szóval olyan sokkal nem rosszabb tervesse, mint az előzőek, hogy majd a sztárjátékosok csillogásával megjön a győzelem magától. Raiders következő próbálkozó, aki bajba van, és próbál ebből kilábalni hamar. És amíg a Chargers bízik abban, hogy hát ez már idén összeáll, mert megjöttek a szuperedzők, Denver bízik benne, hogy lenyelik ezt az évet, aztán majd jövőre, addig a Raidersnél lehet, hogy ebben a szezonban derül csak ki, hogy Pierce edző nem akkora zseni, mint ahogy gondolják, de ha az, akkor meg ők azok, akik belső pályán vannak a második helyért, mert tudott nyerni szeretvedett társasággal, és hogyha összerántja őket megint, top 10-es védelem megint, akkor hát miért ne érted, még az irányító poszton még javultak is. Nem sokat. Mert ugye mi Gardnerünk ment oda, Minshew. 2 év, 25 millió dollár. Minshew egy korrekt irányító, 32-be benne van. Nem véletlen van neki, hát majdnem annyi meccse, mint a 2019-es korcsoportból Kyler Murraynek, Daniel Jonesnak. Csak hát nem véletlen az sem, hogy ezt 4 csapatban rakja össze. Jacksonville, Philadelphia, Indianapolis, Las Vegas. Tehát ez most már a negyedik neki. Mert hát nem ragaszkodnak a szolgálataihoz nyilván, mert annyit azért nem tud. De hát az előző 2 helyen már eleve csereként ment oda. Most ide, most kezdőnek jön, mert O'Connell-nél többet tud a futballról, de nyilván a Raiders azért ugyancsak szeretne keríteni valami fiatalabb gyereket, én azt gondolom. Aztán onnantól kezdve Minshew-nak a játék ideje is lecsökken bőven. De hát momentán, hogyha arról van szó, hogy menj be, aztán focizzál, ő szeret focizni. Tök mindegy neki, hogy az edző mennyit ért hozzá. Mert ugye Luke Getsy az edző. Nem arról híres, hogy körbe rakja az irányítóját zseniális megoldásokkal, és könnyű focizni vele, nála. De Minshew-nak mindegy, mert ő nem válogat, érted, neki ez a lehetősége. És akkor jóval mond, amit mond, majd elmegy a labda, ahova elmegy. És emiatt ez egy jó párosítás, mert egy ponton túl kell lépned azon, hogyha hülyeséget mond az edző. És Minshew ezen már túl van. Tehát, hogyha rögtönözni kell, akkor muszáj valamit saját kútfőből, és erre azért már láttunk példát, hogy akár elsülhet jól, nyilván nagyon rosszul is. De hát a marad a struktúrában, akkor biztos nagyon rossz lesz. Szóval Minshew, tavalyakhoz képest előrelépés, mert ugye O'Connell harmadik napos újonc volt, Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer kikerültek a csapatból, Garoppolo azért sokkal inkább a vonalak között színez, de itt nem sok minden színezni való volt, úgyhogy izgalmasabb megoldás Minshew, és hogyha meg kell kérdezed a Darth Vadert meg Gorillát, hogy ki legyen a csapat irányítója, 100-ból 100-szor azt mondják, hogy a bajuszos menjen be, mint a Baigunner, úgyhogy ez tökéletes megoldás a részéről. Nagyon sok sikert kívánok neki korábbi csapatának szurkolójaként. Nem tudom, hogy ő kezdi-e a következő idényt, vagy tudnak szervezni valami nagyon potens fiatal gyereket, akit a preszezonban csak touchdown dob, de még hogyha Minshew végigpadozza ezt az idényt, akkor is egy korrekt megoldás, hogy ő itt van. Hozzátéve, hogy ha félre megy a szezon, mondjuk lesérül a kezdő irányító gyerek, és Minshew megy be, akkor nyilván abban kevés upside van, mint hogyha az O'Connell-t néznéd meg második évében, hogy mennyit fejlődött. Szóval ez a visszás része, de hogyha csak egy meccsre kell bemenni, amíg a superstar fiatal gyerek rosszul van, addig azért a Minshew megadja az esélyt, hogy lehet, hogy ezt megnyerik. Úgyhogy
ilyesfajta rövidtávú beugrónak is jó, nem csak hídnak, és hogyha meg tényleg rottyan van az egész, akkor mert látjuk, hogy látjuk az Okanelt is. Látjuk, látjuk, látjuk. Kiket vágtak még ki? Kivágták a Renfrót. Lehetett sejteni, hogy itt nem sok sót fog megenni, bár az új offenzív koordinátorról nem sejtettük, hogy ki lesz, akár még van is lehetett volna, aki pártolja, de hát ezzel a fizetéssel nem pártolja. Főleg a general manager, úgyhogy megköszönték neki, illetve a Tillerynek is megköszönték, aki hát szerződés alatt volt még, de hát minimális pénzért. Eleve defensív tackle poszton hát nagy változások vannak. Megtartották a John Jenkins-t 2 évre, kicsivel több mint 3 millióért, Eden Butler-t szintén, úgyhogy a mélység adott, és hát ugye nagy igazolás. Christian Wilkins 4 évre 110 millió, ha ezt jól írtam. Igen, ez nekem egy 4-esnek tűnik. 4 évre, a 110 az biztos. Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzért jön Wilkins, aki egy kiváló játékos, maga posztján is jobbak közé tartozik, és az előző idényben minden defensív tekült agyon fizettek, aki kikerült a piacra, szóval jogosan kalkulált úgy, hogy valamelyik szerződés lemásolva akár neki is juthat majd valahol ez a hasonló mennyiségű pénz, hogyha már Miami nem akarja magánál tartani. Csak hát ha már szóba jön a Miami, ugye mi történik akkor, hogyha valami quarterback hiányos csapat nagy pénzért hozza defensive tackle-t, superstar defensive tackle-t, liga elsőt akár, ha ugyanúgy nem nyernek, ugye ez a Damukong Su-val megtörtént ugye többek között. Szóval a defensive tackle az nem nyer bajnokságot. Most kell megtudnunk. Nem nagyon nyer, és hiába játszik kiemelkedően, mert lehet, hogy egyébként marha jó fog játszani a Wilkins, és akkor mi van? Valahogy átbillen a 6 győzelem 7-re, vagy a 7 a 8-ra. Attól függ, hogy a többiek ugye hogyan viselkednek. De hát, hogyha nagyon hamar meg lesz a franchise ember, fiatal játékost rá találnak, aztán beválik, hát akkor majd milyen jó, hogy a defense-nek ilyen jó alapja van, mint amilyen a Wilkins. Nem tudom, hogy mennyire vonzó Las Vegas a játékosoknak, mennyire akarnak a Raidersbe játszani, ahol ugye sosincs hazai pálya. És emiatt lehetséges, hogy Wilkins volt az egyetlen ilyen nagy nevű, aki akart jönni, de hát korábban azért csak sikerült valahogy rádumálni a Davante Adams-t is vágod, még hogyha ott nyilván a kár kapcsolat. De hát azért feltörekvő piacról van szó, szerintem a jövőben is lesznek olyanok, akiket itt gazdaggá tudnak tenni, de hát jelenleg sok a kérdőjel itt a Raidersnél, úgyhogy előfordulhat, hogy nem ez volt az a piac, ahol nagyon sokan akartak volna jönni itt a sztárok közül, akik szerződés nélkül voltak. Pierce edzőnek a kedvéért elvileg szeretnek játszani, szóval az vonzó lehetett volna, de hát itt a pénz az még inkább vonzó. Wilkins teljesítménye kapcsán nem nagyon van kérdés, hogy ő azért ott lesz a jobbak között, de hát arról sincs, hogy ez keveset változtat Raidersnek a megítélésén. Mert hogy tavaly is jó volt a defense, úgyhogy nem volt itt a Wilkins, érted a Tillery volt, aki meg használhatatlan. Szóval azért túlzott elvárásokat emiatt a szerződtetés miatt nem szabad tenni a csapat irányába, még akkor is, hogyha a legtöbb dollárok közül az egyik az Wilkinshez jut. Van még maradó offenszből, André James, center, 3 év, 24 millió. Muszáj volt meghosszabbítani, mert elvitte volna a Chargers lehet. Ja, nem, nekik nincs pénzük. Akkor is. Nem árt, hogy itt van. Feladja a snappet. Küzd utána. Bíznak benne. Szeret itt játszani. Jól áll neki a mez. Megszokták. Saját ember. Tekülből konvertált. Meg kell tartani az ilyeneket kevésért. Nyilván, hogyha lenne a piacon fú de jó center, és lehetne javítani rajta, akkor megpróbálsz, de ettől is úgy el vagy nagyjából. Jött Harrison Bryant. Mi lesz így a Stefanskival?
Valakit szerveztek oda neki, akinek úgy oda lehet dobni a labdát, Titantként. Hát majd beszélünk róla. Biztos, hogy nem a Judy lesz, aki átvezi a szerepet. Szegény Harrison Bryant. Mikor mondták meg a Stefanskinak? Én az, arra vagyok kíváncsi. Egy év? 3,25 millió. Hát az összes szám, amit írok, ugyanúgy néz ki. Egyestől a négyesig. Valami ilyesmi, hát többet azért ne adjunk már neki. Harrison Bryant jön. Nyilván csere Titant, mert itt van a Mayer, előre lép második szezonjával, és ugye elment a Hooper. Úgyhogy a Hoopernek a produkcióját azért a fiatalabb Harrison Bryant megadja. Mennyi múlik rajta? Semennyi. Minshew eltalálja, úgy van. Te vagy bent itt most második Titannek, tök mindegy, kapod a labdát. Távozott. Josh Jacobs. Franchise tegelés után. Nem tudtak megegyezni. Akárhogy nézegették, továbbiakban is az volt odaírva neve mellé, running back. Kell sok pénz? Nem adunk. Úgyhogy elment, majd valaki beáll helyetted. És akkor csinál neki helyet az André James. Végülis az lett a vége, hogy Alexander Mattison érkezett, aki hát eléggé fanbülgép volt tavaly az első olyan szezonjában, amikor megkapta komolyabb terhelést. Az ott nem hangzik jól, de pótolni kell. Új szelek járnak. Josh Jacobs Grudenéknél első körös running back. Úgy látják, hogy ez hiba volt. Mert idehozták, hát nem lett liga elit az offense. Hát azokkal Jacobs elpocsékolt megoldás. Menjen, inkább valami jöttmenttel megpróbálkoznak, és akkor fontosabb pozíciókra elhasználják a top 100-as pikkeket. Van ennek értelme? Még akkor is, hogyha Josh Jacobs nagyon nagy százalékáért volt felelős a csapat yard mennyiségének. Nem feltétlen lesz a következő futójuk ügyesebb, de van nagyobb bajuk, ami miatt esetleg nem jöhetnek a győzelmek. Valaki hagyja, hogy egy más csapat megfizesse a futóját, azt én nem veszem elő. Ami problémája lehet leendő futónak, akár az Elumonornak, akár másnak, aki lesz itt, nem az Elumonornak, a Mattisonnak. Mert már belemondtam, Elumonor elment, kérem, összezavarodtam itt a sok névtől. Elumonor elment a falból, alábecsült játékosa volt annak, és így nehezebb lesz futnia majd a Mattisonéknak, vagy a, aki lesz. Mert az Elumonort is igazából csak úgy találták, tehát neki nem volt jelentősebb neve, amikor megérkezett a Raidersbe. Persze, néha fönn volt a pályán a Ravensben, meg a Petsben is, de hát a legjobb teljesítmény az itt nyújtotta. Úgyhogy akkor hiba volt kirúgni az előző edzőt. Hát végül is simán lehet, hogy a következők, akiket majd beállítanak, vagy már itt voltak és nem kerültek pályára, Dalton Wagner, akkor azok majd megalapozzák a következő nagy szerződést, úgyhogy az Elumonornak sikerül. Távozott még Nichols védőfalból, jó, hát nem kell senki, és hát ami érdekes, hogy a slot cornerek egyaránt, Amik Robertson ugye olyan, már sokszor kiküldték a szélre is, de ugye Tyler Hall is távozott, aki kevés meccsen szerepelt, de azon meg kimondottan ügyeske volt, és két éve van a ligában, csak ő ilyen exkluzív jogos szabad ügynök, ugye, mert volt gyakorló csapatban és kivágták, visszahozták, szóval az ilyen az el tud menni máshova, esetleg future kontrakttal, végülis az Eaglesbe ment. Nagy lopók, ugye. Szóval az, hogy a slot corner helyén tudnak-e valakit találni, aki úgy beválik, potens, azt senki nem garantálja, miközben itt azért volt egy fiú, aki hát $0 játszott, és úgy elviselhető volt. Nyilván az, hogy csak pár meccsen volt a pályán, az akár jel is lehet, hogy azért az edzése nem villogott annyira, és ezért kapott kevesebb szerepet, lehet, de ő egy biztató gyerek volt, és az ilyeneket elkótya vetjélni, az nem mindig jó. Robertsonnak már kifutott a szerződése, neki azért nem akartak milliókat adni, úgyhogy hadd menjen, azt már értem, hogy a nagyobb minta alapján nem mondták azt, hogy hosszabbítanak vele, hiába voltak neki is azért látványos megoldásai olykor, hát nem az számít elsősorban. Szóval ezek itt a transferek, kérem. A Raiders nagyon gazdagát tett egy defensive tackle-t, és nem akart nagyon gazdagát tenni egy running back-et. Nagyjából ez.
ami a levonható konzekvencia, és a quarterback poszton senki földjén vannak, ami a draftot illeti. Sokadik számú irányítót tudják csak elvinni majd, esetleg második körben vadászgatnak a maradékból, mert amellett, hogy hát sokára kerülnek sorra a drafton, még ott a környékükön lévők még előrefele mozognának, nem csak ők, úgyhogy nehéz helyzetben vannak nyilván, de bíznak Pierce edzőben, és meglátjuk, hogy ez a bizalom, ez visszajön-e. Következő évben is rámutat-e az edző bácsi, hogy ő egy rátermett manus. Szükség lesz rá, de szükség lesz a Luke Getsire is, hogy ebből az offenszből valamit csináljon, akármilyen összeállításba jönnek. Most legalább annyit elértek, hogy ha meccs van, hamarosan előre hozzák a kirúgást, akkor azért ki tudnak menni, úgyhogy kompetitívek maradjanak, de ez a kompetitívség, ez megint csak oda vezethet, hogy valami hasonló draft pozíciót nyernek maguknak. Úgyhogy az a purgatóriumba vezethet, hogyha minden megtörténik újra. Kellemetlen, de ne írjuk le őket még, mert csoda történhet a drafton. És akár, hogyha a második körben leakasztanak valakit, azért az megkapja a következő idényre a lehetőséget, a bizonyításra, mint ahogy azt látjuk a Tennessee-nél. Szóval nem teljesen lefutott ez a dolog, hogy a Raiders csoport második helyre odaférjen valahogy, de nyilván a csoport elsőségre közel 0% esélyük van ezen átigazolások után is, de hát azt sejtettük, hogy nagyjából ennyi marad. Maradt még valaki? Maradt Chiefs. Végis kaptam a hírt, hogy elolvasgatták ezeket a transfereket többiektől. Nincsenek megrettenve. Ez a hivatalos álláspont, hogy akkor kicsavarnák a salátástálat a kezükből. Sok jó dolog azért náluk se történt egyébként, de így is azért valamiért bizakodóak maradnak. Pedig ugye elment a Lajarius Sneed védelmüknek szupersztárja, mindössze harmadik körér Tennessee-be. Összeomlanak? Nem biztos. Majd kinevelnek, tehát hatodik körbe lehet hozni defensive back-et. Meg hetedikbe, és akkor bemész, jó, leveszed az embert. Ez történik Spagnuolo Akadémián. Sneed csodálatosan fotballozott. Akárhova állítottad, playmaker, nulla elkapás mellette, nehéz lenne sok helyen pótolni. Itt lehet, hogy sikerül. Mert egyébként pénzügyileg szarul állnak. KC-beliek, ami hát nyilván nem csoda, átalakították Mahomesnak a szerződését, idénre még több ketchup, és akkor így azért tudtak igazolgatni, de hát ez hosszú távon probléma lehet, ugye, hogy azért sok játékos nem fér bele, akik így millió-billiót kapjanak, már pedig Chris Jones is tartotta a markát pont ebben a holt szezonban. Választani kellett. Lajarius Sneed-del hosszabbítanak, vagy Chris Jones-szal. Mit tudunk védőfal játékos teljesítményéről? Stabil, évről évre. Szekünderi játékos, instabil. Attól függ az ellenfél, ugye. Na most ez a nagy minta alapján nem személyre szabottan, mert ugye a Sneed is nagyon stabil volt, de hosszú távon azt adja ki a mérés, hogy ez azért átfordulhat. Miközben valaki defensív tekülként marha ügyes. Hát az marad marha ügyes. Hát ezért jött a Wilkins a Raidersbe. Rettegés van. Chris Jones 5 év, több mint 158 millió dollárt kereshet ez idő alatt. És mivel visszavonult Aaron Donald, így természetesen a liga elsőséget támadja Chris Jones defensív tackle teljesítményben. Motiváció kérdéses ezek után, hogy egy franchise tegelés kontraktévnek vége van, de hát alig várja bizonyíthasson, kapjuk a hivatalos kommunikációt. Képességei alapján Chris Jones, hogyha első között van a posztján, akkor nyilván megérdemli, hogy első között legyen fizetésben is. Úgyhogy ez ennyibe kerül. Ők ezt választották, hogyha muszáj választani, talán én is ezt mondtam volna, de azért az előző évben egyértelműen Sneed tett többet a csapatnak a bajnoki menetelése alatt. De hát itt sok esetben azért
nem arra fizetsz, hogy mi volt, hanem hogy mi várható a továbbiakban, és talán azt kell mondani, hogy Jones-tól várható az, hogy többet ad hozzá, még hogyha a coverage az értékesebb is a legtöbb esetben, mint amit a defensive tackle csinál, de hát ugye Jonesnak ez a penetrátor szerepkör, és az, hogy olykor a szélen is megjelenik, kicsit árnyalja a képet, hogy ő azért fontosabb annál, és a belső pass rush meg ugye még fontosabb a győzelem szempontjából, mint egy coverage játékosnak a teljesítménye, úgyhogy itt sok szempontot oda lehet rakni amellé, hogy ez egy megfelelő üzleti döntés volt, hogy a defensive tackle-t választották, de ettől függetlenül nyilván fáj, hogy egy liga elit cornerback egy harmadik körért, meg valami hátsó körös csereberéért távozik a Tennessee-hez. Nem sok, ami történt velük. De hát a védelem az rendben van, az egybe van, igazából úgy is működni fog. Pedig van távozó, ugye Willie Gay-nek lejárt a szerződése, és akkor így most négy csoda linebackerből csak három marad. Mert ugye hát van Bolton, van Chenal, aki szituációs, de most előrébb, és Tranquill-el hosszabbítottak ugyanis. 3 évre, 19 millió. Hogyha jól kell, hogy működjön a Spagnuolo defense, akkor sok új elemet azért ne kelljen beépíteni, és Tranquill a maga szerepében igen jól játszott. Itt azért ráeszmélt, hogy van esély a gyűrűre. Kedvelték őt, kedvelt itt lenni, hát miért ne hosszabbítsanak vele ilyen viszonylag kevés ér, miközben az a linebackereknek a szolgálatára van igény, most az övére nem volt nagyon tavaly, miután kivágta a Chargers, úgyhogy itt nagy egymásra találás. Nem csodálom, hogy maradni akart, és hogy marasztalták. Marasztaltak másokat is kevesebb pénzért, akik itt maradtak csodat védelembe. Nadi védőfalba próbál valahogy a futó elé állni, ritkán sikerül. Dion Bush hátul secondary-be tartalék safety, Pennell és Wharton, ők is védőfal belsejébe. Védőfal, se baradjon. Chris Jones hosszú szerződés, és akkor figyelj, abból majd adsz egy kicsit a Nadinak, Pennellnek meg a Whartonnak. Jó. És akkor így komplett szoba marad. Nem kell átalakítani a székeket. Mi van az offense-be? Kivágták Valdez Scantlinget. Eleget tett a csapatért, köszi. Hasonló mennyiségű fizetésért van, aki lehet, hogy többet hozzá tudna adni. De hát amikor kellett, akkor megvillant Marquez. Jó, hát akkor így boldogan válnak el. Ugyanerre a szerepre Marquise Hollywood Brown érkezik. Korábban Arizona. 1 év, 7 millió. Csak 1 év. Úgyhogy normálisan kell játszani Hollywood, koma. Különben mehetsz te is. Ha nem játszol normálisan, akkor idén egy gyűrű és kész. Többet nem kapsz. Ha maradsz, jó játszol, akkor maradhatsz további gyűrűkre. Hát erre bazíroznak. Hollywood, ha csak úgy vesszük, hogy Valdez Scantling helyett próbálja megnyújtani a pályát, belefér. Nem biztos, hogy rosszabb lesz, lehet, hogy jobb lesz. Mert van neki is megvannak a hibái, de hát a Valdez Scantlingnek is megvoltak. Szóval két hibás terméket cserélgetsz, igazából adott évben egyik a jobb, másikba a másik, ezt nem lehet előre tudni. Talán Brown valamivel sokoldalúbb, nem sokkal, talán valamivel stabilabb, de nem sokkal, szintén. Akár meccsenként, akár hétről hétre, én nem bíznék benne. Egy évre 7 millió ér, de véletlen normális útvonalakat futna, akkor mehonszorra dobja neki. Ez itt a haladó tippem. És akkor majd kezd vele valamit, vagy sem, nem tudhatjuk. Azért labdával voltak jó megoldásai. És hát ezen a piacon nem sok gyerek volt, aki elkapó poszton már bizonyított bármit is. Azért a Brownnak voltak jobb periódusai. Én megértem, hogy rápróbálnak, mert nincs mit veszíteni. Hogyha nem játszik jól, akkor bejönnek majd talált játékosok. Legalább a Brown, még hogyha kicsi is, meg sovány, legalább nem egy bigyó gadget játékos, hanem ő azért a szélen focizgatott ezzel a mérettel, szóval leváltja, akár felülmúlja Valdez Scantlinget. Kizár dolog a visszaesés, na. Mégiscsak KC-ről beszélünk. Na de hát az, hogy a Titan-nek idehozták az Irv Smith-t. Irv Smith, aki itt majd berobban. Most már, hát itt az idő.
Mahomes-szal. Biztos, hogy most be fog robbanni. Jobban, mint a Judy. Jobban, mint akárki. Hát ha már a Bengalsban nem bír berobbanni ugye a Burrow-val, majd itt a Mahomes-szal. Egyetlen egy másodpercre sem hiszek el semmit. Ami pozitív hír az Irv Smith-ről, úgyhogy hagyjatok engem békén. Lejárt a szerződés ugye a Blake Bell-nek. Hamarabb visszahoznám a Blake Bell-t. Nulla hozzáadott értékével, mint az Irv Smith-t. Legalább akkor nem kellene hallgatni, hogy hú, micsoda sleeper. Vannak játékosok itt a csoda csapatból, akinek jelenleg még nincs csapata, úgyhogy lehet, hogy visszajönnek. Mike Dana. Talán aki a legtöbbet tette hozzá azok közül, akinek nincs csapata momentán. Ugye azért rotáció elég sokat fenn volt a pályán, és hát olykor a jobbak közé számított. Gabbert nem jött még vissza, hát lehet, hogy sajnálják tőle a gyűrűt. Így már annyi gyűrűd van Gabbert tudásodhoz mérten, inkább akkor jöjjön a Vince. Nem? Ki mondana nemet? Clyde Edwards-Hiller. Na jó van, te mehetsz, ahol akarsz. McKinnon. Valószínűleg visszajön majd augusztusban, hova menne máshova, de ha pénzt nem kap, itt azért lehet, hogy felmegy a pályára néha. Azért ő már azon a szinten van, hogy az augusztusban nem biztos, hogy sok kedve van edzeni. Amennyi sérülése volt már, nem sok szalagja maradt. Úgyhogy ha későn hozzák vissza, vagy csak gyakorolni novemberben, hát szerintem azzal is bőven elég. Meg hát ugye tavalyiak közül Hardman, Super Bowl sztárja. Nincs szerződése momentán, meg a Richie Jamesnek se. Most hasonló kaliberű játékosokat, akik eldöntenek egy Super Bowl-t, azért lehet találni könnyen. Úgyhogy nem véletlen várnak ki. Ha esetleg minimál bérnél többet kérnének, akkor hát majd erre visszatérünk, gondolja Brent Veach. És igaza van ilyen szempontból, mert telik múlik az idő, lejjebb mennek az igények, nem csak nekik, hanem egyéb elkapóknak, és ha esetleg úgy van, akkor örökre vonzó célpont marad Kansas City, mert itt közel a bajnoki esély, nem hiszed el, pedig de. Támadófalból Donovan Smith nem kap új szerződést, nem vált be, mint diszkont igazolás. Oda is még benne van, hogy jön valami veterán igazolás a hátralévő időben, hát ezeket könnyű a nyárra halasztani a draft utánra. Allegretti távozott a támadó falból, ugye akár nem volt stabil kezdő, csak sérülés esetén játszott. Mike Edwards szeretne kicsivel több pénzt, úgyhogy őt elengedték, és ugyanez igaz Townsendre, aki meg a Panther. Na most ezek közül egyik sem visz távolabb a címvédéstől, én azt gondolom. Aki érkezett, az ugye Araiza, aki belepantol majd a labdába, a bírósági ügyének vége, kiderült ártatlan, ott sem volt, úgyhogy most elkezdheti a profi fotballt, azt kell még ide, jön egy fiú, aki messzire el tudja pantolni, hát nem, de Chiefs játékából az hiányzott. Rapper Kelvin itt van, na most már elmegyünk a bolondság felé, halljátok. Meg a Book, hajd a Book a csere. Ne jöjjön a Vince, visszaszívom, menjenek a Bookkal. Meg hozták a Velszi rögbi gyereket. Soha nem láttam. Luis Riz Zemit. Azt mondják, igen, veszélyes a labdával. Na most ez másmilyen, de valahogy a kezébe kell juttatni. Na most, hogyha valaki elvisz egy rögbistát skill pozícióba is támadni akar, hát az Andy Reid legyen. Hát mindannyian egyetértünk ebben, nem? Kadariusszal mi lesz így? Csak jó helyre álljál föl. Ezt megtanítják neki augusztusig, hogy akkor hol a vonal. Mi baj lehet onnantól kezdve? Meg újfajta visszahordó lesz biztos, így hogy már nincs itt a Richie James se. Szóval ennyi. Maradékban turkálás, elég a győzelemhez. Láttuk tavaly, defense-t próbálják szinten tartani. Nem lesz könnyű nyilván Snead nélkül, de rátermett emberek vannak. Lesz úgynevezett draft, ahol élnek még nagyon ügyeskék, mindenki beválik mindig. Hát aki védekezni akar, főleg azok. És akkor offenszben meg ránézel, fú, siralmas, siralmas népsor, aki ügyes az öreg, meg van a Mahomes. Na hát ez mire elég?
valahogy összeszenvednek egy pár győzelmet talán alapszakaszba. Playoff az viszont már könnyű, szóval odáig kell valahogy eljutni. Mitől lenne ez más? Meg lesz az újabb Bundesliga cím, ha már a Bayernnek nem sikerül, hát hogy kinevetik őket. Ennyi volt AFC Nyugat. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Hamarosan megyünk tovább maradék hárommal. Nem tudom jelenleg, hogy mikor, de hát látod, még mindig vannak tárgyalások, szerződtetések, úgyhogy ki kell várni, örökre aktuális maradjon. Minden esetre ugyanezzel a témával, majd egy másik átigazolásival folytatódik itt a műsor. Szevasztok!